Híradónkat látják április 22-én hétfőn. Köszöntöm Önöket! A választási eljárásról szóló törvény értelmében április 20-án kezdődött meg a választási kampány. Ettől a naptól kérhettek ajánlóíveket a választáson indulni szándékozók, és kezdhették meg az ajánlások gyűjtését. A helyi választási irodában szombaton már több jelölő szervezet és függetlenként indulni kívánó jelölt is átvehette az igényelt ajánlóíveket, közölte a Médiacentrummal dr. Nagy Krisztina, a helyi választási iroda vezetője. A 2024-es önkormányzati választáson való induláshoz többen már előzetesen leadták ajánlóív iránti igényüket, és voltak, akik szombaton igényelték a dokumentumokat. A helyi választási irodában adtunk át polgármester jelöltséghez szükséges önkormányzati képviselőjelöltséghez és nemzetiségi helyi jelöltséghez szükséges ajánlóíveket. Eddig három jelölő szervezet jelezte a választáson való részvételi szándékát az ajánlóív igényléssel. Ezek a jelölő szervezetek polgármester jelöltséghez, illetve mind a 10 egyéni választókerületben önkormányzati képviselő jelöltséghez szükséges ajánlóíveket is vettek át. Ezen kívül 6 független önkormányzati képviselőjelöltnek adtunk még ki ajánlóíveket, közülük az egyikük polgármester jelöltséghez szükséges éveket is kért a választási irodától. A függetlenként indulni szándékozók az 1-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es számú egyéni választókerületben szeretnék megmérettetni magukat. Arra tekintettel, hogy egy független jelölt még aznap visszahozta a jelöltséghez szükséges ajánlóíveket, hétfőn, a mai napon megkezdtük ezeknek az ajánlásoknak az ellenőrzését, amire egyébként a bejelentést követő 3 napon belül kell a választási irodának az ajánlásokat elkezdeni ellenőrizni, és a bejelentést követő legkésőbb 4. napon a helyi választási bizottságnak nyilvántartásba kell vennie azokat a jelölteket, akik a törvényes feltételeknek megfelelnek. Az ajánlóívek kikérésére és az ajánlások gyűjtésére május elejéig van lehetőség, így még további személyek és jelölő szervezetek is igényelhetnek ajánlóíveket. Az ajánlóíveken ajánlásokat a pártok, jelölő szervezetek, illetve a független jelöltek május 6-áig gyűjthetnek, hiszen május 6-án 4 órakor jár le az egyéni jelöltek és a polgármester jelöltek bejelentésének a határideje. Az ajánlásgyűjtés során a választópolgárok több jelöltet is ajánlhatnak, de egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, figyelmeztetett a helyi választási iroda vezetője. Az aszfaltkeverők áprilisi kinyitásával mindenütt megkezdődött a kátyúzás. Városunkban külső vállalkozó bevonásával zajlik az utak javítása. A kivitelezők ma reggel kezdték meg a munkát az első helyszínen, a Bocsor utcában, de a következő időszakban közel 40 önkormányzati fenntartású belterületi úton végeznek lokális javításokat. Ma reggel felvonult a közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelező a városba, és megkezdte a belterületi utak javítását. A meleg aszfaltos kátyúzási munkák a Bocsor utcában indultak. Ott több mint 50 négyzetméternyi úthibát javítanak ki. Azt gondolom, hogy a kátyúzás rendkívül módon indokolt. Az elmúlt időszakban, az idei télen nagyon leromlott ennek az útnak az állapota. Sajnos, akik itt élünk, azt tapasztaljuk, hogy főleg az első rész a Somlay úttól a Lilium utcáig nagyon keskeny, egy nagyon régen épült útfelület, ami annak idején nem erre a forgalomra épült. Ez a nagy forgalom, ami napi szinten végigmegy, rendkívül rossz állapotot eredményezett, és az idei télen az út minősége rendkívül leromlott. Az útjavítási munkákat már a múlt hétvégén megkezdték, és a következő napokban folytatódnak. Múlt héten, csütörtökön és pénteken az útpatkát javították ki a szakemberek, és most pedig a kátyúzásra kerül sor. A felmérések alapján azt lehet mondani, hogy több mint 50 négyzetméter kátyúzásra kerül sor a mai, illetve a holnapi napon. A kivitelezők a városunkban eddig még nem alkalmazott technikával dolgoznak, tudtuk meg Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezetőtől. Fleck kátyúzási technikának hívják, aminek az a lényege, hogy emulzióval előkészítik a kitakarított kátyút, majd egy nagyon apró és speciális szemcsézettségű aszfaltot raknak bele, ennek egy keretet csinálnak, és ezzel a hengerrel, amit látható mögöttünk, ezzel elegyengetik. A szakemberek szerint ez hosszú időre megoldást nyújt az úthibákra. A Bocsor után a Vakbottyán utca, a Celi út, majd a város többi bevezető útja következik. A legforgalmasabb utakat kell először rendbetenni.
Azt gondoltuk, hogy a Bocsor utca az, amely az ipari parkot a város többi részével összeköti. Nagyon nagy forgalom zajlik ezen az úton, és ez volt, ami a leginkább kátyusnak mondható a sok kátyus út mellett. Ezért ezzel az úttal kezdünk. A tervek szerint összesen közel 40 utcában végeznek majd kátyúzást a szakemberek. A kijavítandó úthibák több mint 500 négyzetmétert tesznek ki. Ünnepélyes keretek között U10-es utánpótlás tornával avatták fel a Perugy stadion új élőfüves nagyméretű labdarúgó pályáját. A beruházás több mint 100 millió forintból valósult meg, melynek anyagi fedezetét 100%-ban a társasági adófelajánlások biztosították. Az avatón Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Áldozó Tamás polgármester is jelen volt, akik a testmozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. Tovább javulnak a Perugy stadionban az infrastruktúrális körülmények, hiszen közel 8 hónap alatt elkészült az új füves játéktér. Az ünnepélyes átadáson Árvai Kristóf labdazsonglőr bemutatóját tekinthették meg a meghívott csapatok és vendégek. Majd dr. Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: ahhoz, hogy a múltban tapasztalt szép eredményeket a jövőben is elérjék, meg kell teremteni a megfelelő alapokat. Labdarúgás a legnépszerűbb sportág Magyarországon. Ennek következtében az elmúlt 10 esztendőben a sporteredményeknek is köszönhetően 158 ezer igazolt játékosból 197 ezerre nőtt az igazolt játékosok száma. Fontos döntés volt a TAO bevezetése. Több mint 1000 pálya épült az elmúlt 10 esztendőben, élőfüves közel 100. Dr. Áldozó Tamás polgármester elismerően szólt a percnél folyó munkáról. Én szeretnék gratulálni az Egyesület vezetőinek, hiszen látom azt a munkát, amit évről évre kifejtenek azért, hogy minél jobb körülmények között tudják fogadni itt a pápai fiatalokat. És köszönöm szépen azoknak a családoknak, pápán és páp környékén, akik őrájuk bízzák a gyerekeket, hiszen jó környezetbe, jó szakemberekhez kerülnek, jó körülmények között sportolhatnak, és ami a legfontosabb, hogy sportolnak. Gröber Attila, a Pelc elnöke arra kérte a fiatalokat, hogy élvezzék azt, hogy sportolhatnak. Én azt gondolom, hogy a pályák azok valójában nem fűből, meg műfűből készülnek, hanem hídból. A pályák azok a hidak. Összekötnek sportolókat, összekötnek szülőket. Én azt kívánom minden fiatal sportolónak, hogy érezze meg ezeket a hidakat, menjen át ezeken, és élvezze azt, hogy sportolhat. És azt gondolom, hogy ebben hozzájárulhat ahhoz, hogy valóban ismét sportnemzet legyünk. Tóth Péter ügyvezetőtől megtudtuk, utánpótlás meccsek és edzések tartására is kiváló lesz a játéktér. 2022. májusában elkezdődhetett az építkezés, amit 2023. február végén fejezett be a vállalkozó. Ugye ezt tudni kell, hogy ez egy vetett pálya, és ezért van az, hogy több mint egy évet vártunk arra, hogy a fű megerősödjön, a pálya beálljon, és így érkeztünk el a mai örömteli napig. Az ünnepélyes szalagátvágás után a Pelc, az Illés Akadémia, a Győri Eto és a Mosonmagyaróvár U10-es csapatai barátságos mérkőzéseket játszottak. Két sikeres pályázattal, közel 54 millió forintos beruházással újult meg részlegesen a Kemenes Hőgyészi Radókastély. A Magyar Falu programban elnyert támogatási összegeknek köszönhetően megújult az épület külső, a fogadótér és a rendezvényterem, valamint az épület vizes blokkja. A közösségi térként működő épület avatóját pénteken tartották, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Gyopáros Alpár kormánybiztos jelenlétében. Falubeliek és meghívott vendégek sokasága népesítette be pénteken délután a Kemenes Hőgyészi Radókastély udvarát. Az épület részleges felújításának befejezését és a közösségi célokat szolgáló kastélyépület avatóját ünnepelték. A megjelenteket Kovács Tamás, a település polgármestere köszöntötte, aki arról szólt, a falu számára a pályázati források biztosítanak lehetőséget a fejlesztések végrehajtására. Büszkék vagyunk arra, hogy a önkormányzati ciklusban mindösszesen 14 magyar falu programot nyertünk, összesen 155 millió forint értékben. A polgármester felidézte a 18. században emelt épület történetét, majd a beruházások részleteit ismertette.
A felújítás első ütemében kicserélték a kivitelezők az összes nyílászárót. Egy teljesen új WC és mosdó helyiséget alakítottunk ki, bővítettünk. Egy rendezvénytermet, az előteret újítottuk fel. A második ütemben az épület külső homlokzatait újították meg, bádogos munkákat végeztek, és szabványos villámvédelmi rendszert építettek ki. Sorolta a kulturális, sport és szabadidőközpontként működő kastély beruházási elemeit. Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő gratulált a fejlesztéshez, és a Magyar Falu program fontosságát emelte ki. Pont a helyi kisközösségeket támogatja, a helyi falu közösségeket, és ez az épület azért volt sikeres, mert mint ahogy hallottuk, nincs külön művelődési háza a falunak, nem műemlék, de mégis műemlékszerű épületet mentettünk meg az utókornak. És ha ezt ilyen módon a Magyar Falu program keretében meg tudjuk menteni, a kettő együtt egy komoly eredménynek számít a helyi falu közösség életében. Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, szintén elismerő szavakkal kezdte beszédét. Úgy fogalmazott, valami egészen fantasztikus dolgot alkotott a Kemenes Hőgyésziek közössége ezzel a két Magyar Falu programos pályázattal. A falusi ember minden hasznos cselekedete az alkotásnak a tanúbizonysága, valaminek a megalkotása. A jó falusi politikus, jó polgármesternek aztán igazán lételeme az alkotás. És ebbe az alkotó kedvbe érkezett nagyon jó ütemérzékkel a Magyar Falu program, és tudott segíteni számos olyan Kemenes Hőgyészi tervnek a megvalósításában, aminek szerintem eddig, ebből a listából legalábbis úgy tűnik, hogy eddig a legszebb égköve az mégiscsak ennek a kastélynek a felújítása. A Kemenes Hőgyészi Radó kastély épületére a két projekt keretében összesen közel 54 millió forint vissza nem térítendő összeget fordíthatott a falu önkormányzata. A Pápai Média Centrum a Földnapja alkalmából folytatta a Nem az én szemetem, de az én városom akcióját. Felhívásunkhoz csatlakozva önkéntesek százai a város 10 pontján gyűjtötték a szemetet. Együttműködő partnereink közt iskolák is voltak, így a Mező, a Vajda Márta iskola és a közgáz diákjai is részt vettek környezetszépítő megmozdulásunkban. A város tucatnyi helyén szedték a szemetet a közterületeken a Földnapja alkalmából meghirdetett kampányunk keretében. Reggeli első szemétszedő csapatunk a Mező 12. A osztálya volt. Tanároktól, Balogh Lászlótól megtudtuk, az erdész tanulók gyakorlati óra keretében vettek részt az akcióban. A mezős diákok számára nagyon fontos a környezetvédelme. Egy másik osztályuk a hét folyamán a Teszed akcióhoz csatlakozva a Teveli tónál gyűjt szemetet. A környezetvédelem a Vajda Márta iskolában is kiemelt fontosságú. Erki Alexandra, az iskola főigazgató helyettese elmondta, örömmel csatlakoztak felhívásunkhoz. A Média Centrum felhívásával találkoztunk, és teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy csatlakozunk a Vajda Márta iskolával ehhez a felhíváshoz, miszerint nem az én szemetem, de az én városom. Itt az iskolában nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek környezet tudatos nevelésére és a fenntartható fejlődésre. A Vajda Márta iskola 5 osztálya, vagyis több mint 60 gyermek és pedagógusaik a Jókai utcán, az iskola környékén és az iskola udvarában gyűjtötték össze a szemetet. A közgázosok kora délután húztak kesztyűt és ragadtak zsákot, hogy megtisztítsák az iskola környékét. Tanárok és diákok is csatlakoztak a programhoz, több mint 40-en. A közgáz környékén szedjük a szemetet, a főbejárat felüli oldalon, illetve a két szélén, illetve szemközt szeretnénk szedni, mivel úgy gondoljuk, hogy azért elég szemetes itt a környék, és szeretnénk azt a szemetet is eltakarítani, amit esetleg a gyerekek elszemetelnek itt körülöttünk. A pedagógus szerint ez az alkalom erősíti a fiatalok környezettudatosságát. Nagyon sokan jönnek úgy ide, hogy eldobják a szemetet, és nekünk 4 vagy 5 évünk van arra, hogy esetleg neveljük őket, hogy hogyan illik, vagy hogyan nem illik ezeket a dolgokat kezelni. A fiatalok szerint is fontos ez a kezdeményezés. Hát szerintem ez egy nagyon jó dolog. Ha mindenki nekiáll picit odafigyelni a dolgaira, akkor nem lenne ez a helyzet. Te eldobod a szemetet? Nem, egyáltalán nem. Figyelek erre. Rászólsz-e esetleg másokra, ha látod, hogy szemetelnek? Igen.
A mai napon városunkban több száz gyermek vett részt a földnapi akcióban. A földnapi alkalmából meghirdetett szemétszedési akcióban több gazdasági társaság és szervezet is részt vett. A környezetükért felelősséget érző dolgozók a város több pontján tették tisztábbá a közterületeket. A kezdeményezéshez a Boeing Hungary, a Bázis Repülőtér, a Közszol Kft., a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. És a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Új Esélyközpont is csatlakozott. Több mint 70 fős lelkes csapat gyűlt össze a Várkertben ma délelőtt, és indult a Szélrózsa minden irányába, hogy tisztábbá tegyék a belvárosi közterületeket a földnapja alkalmából. A Boeing Hungary munkatársai kerestek meg minket ezzel a szándékkal, hogy a földnapja alkalmából tisztítsuk, tegyük szebbé a városunkat. Itt a várkerti övezetet céloztuk meg, a nagy parkolót, a piacteret, a sportcsarnokot, illetve a termálfürdő előtti részt. Csatlakozott irodánk is, tehát az adminisztrációs létszámunk vesz itt részt, illetve a Pápai Városfejlesztő Kft. Is csatlakozott. Bár a Közszol Kft. Közterületen tevékenykedő munkatársai minden nap a város tisztán tartásáért dolgoznak, a segítség elkelt a hétvége után. Nagyon sok az eldugott cigarettacsíkpet, palack, sörös üveg, stb. Sörös doboz. A Magyar Közút Nonprofit ZRT pápai mérnöksége évente többször is szervez személygyűjtési akciót a kezelésükben lévő utak mentén. A földnapja azonban számukra is kiemelkedő alkalom. Több mint 30 ember végez személygyűjtési, illetve szemétszedési feladatokat. Próbáltuk itt a főbb közlekedési útvonalakat kiválasztani, tehát itt a 83-as főútnak az elkerülő szakasza, illetve a kerékpárutak mentén is. A papíros malomnál lévő autós pihenőnél nagy mennyiségű hulladékot találtak. Autógumik, műanyagpalackok, csomagolási hulladékok sokaságát hagyták az árokban a felelőtlen emberek. De országos szinten is sok a szemét az utak mentén. Sok-sok kilométer úthálózat megújulhatna országos szinten, hogyha ezeket a személygyűjtési feladatokat nem kéne ellátnunk, tehát nem erre menne el az embereknek az ideje, illetve nem kellene ennyi lerakási díjat, illetve szemétdíjat fizetni az elszállított szemét után. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Új Esélyközpont a földnapján a Nem az én szemetem, de az én városom kampányhoz csatlakozva szedte össze a hulladékokat a Kisfaludi utcán és környékén. Ők is fontosnak tartották, hogy munkájukkal felhívják a figyelmet arra, hogy környezetünk tisztasága, rendezettsége, mindenki felelőssége. Péntek délután ismét folytatódott a belvárosi forgatag a Kossuth utcán elnevezésű programsorozat. Ezúttal tavaszváró forgatag várta az érdeklődőket. A vendéglátó egységek snackpartival készültek. A programon felléptek a Megafon Zenei Egyesület fiataljai. Az időjárás nem éppen a szebbik arcát mutatta pénteken, a tavasz köszöntő forgatagon, a Kossuth utcán. A sétáló utcai üzletek, vendéglátóhelyek ismét kedvezményekkel és finom falatokkal várták az arra járókat. A vendéglátóegységek ezúttal snackpartival készültek. A programon felléptek a Megafon Zenei Egyesület fiataljai, akik pillanatok alatt jó hangulatot teremtettek ismert slágereikkel. Aki pápai, az lépjen fel, az dolgozzon, az tegyen a városáért, és örömet szerettünk volna szerezni a szülőknek, a lakosoknak, meg hogy ismerjék meg a Megafont, mert mi annyira sokat nem lépünk föl. A Megafon inkább koncertegyüttes. Szabadkai Verita önkormányzati képviselő elmondta, a belvárosi vállalkozókkal karöltve idén már harmadik alkalommal szervezték meg a belvárosi délutánokat. Olyannyira jó hangulata van ennek a programnak, hogy a Horváth Kinga által vezetett Megafon Zenei Egyesület tulajdonképpen felajánlotta a műsorát a mai tavasz köszöntő napra. Hálás szívvel köszönöm Kingának ezt a felajánlást, hiszen egy rendkívül tehetséges fiatalokból álló csapatot láthatunk ma itt a jelképes színpadon. Olyan fiatalokat, akik különböző országos megmérettetésen rendre dobogós helyezést érdekel, tehát a minőség az ma is garantált lesz. Hetyei Olga, a belvárosi forgatag egyik elindítója elmondta, nagyon jó kezdeményezésnek tartja ezt a rendezvényt, hiszen megmozgatja az embereket, s élettel telik meg a sétáló utca, aminek nagyon örülnek. Még a tavalyi évben indult advent előtt, a
összefogtunk, belvárosi vállalkozók és az önkormányzat támogatott ebbe bennünket, és így jött létre ez. Minden hónapban lenne egy tematika, minden hónapban egy pénteken, jövő hónapban például a gyereknap lesz a témakör. Burján Ernőné szintén jó kezdeményezésnek tartja a belvárosi forgatagot. Nagyon örülök neki, szerintem megmozgatja az egész várost, mi is a párommal most feljöttünk, meg még egy nagy öröm számomra, hogy a kisunokám is fellép a Megafon együttessel. Úgyhogy ő miatta is jöttünk, meg egyébként is eljöttünk volna. Jól érezzük magukat, szerintem biztos itt majd. A Kossuth utcai programsorozat május 24-én a gyermeknap jegyében folytatódik. Két költő, két tanár, két lapszerkesztő, két mélyen érző, közösséget formáló, mélyen hívő ember, dédapa és dédunoka versei kaptak helyet a Jókai Kör most megjelent kiadványában. Kőrös Endre, aki a Jókai Kör egykori főtitkára volt, és dédunokája Kőrös András költeményeinek szerkesztett válogatása, Tér és idő felett címmel jelent meg. A bemutatót a Református Gyűjtemények könyvtárában tartották. Két költő, két tanár, két lapszerkesztő, két mélyen érző, közösséget formáló hívő ember. Dédapa és dédunoka versei kaptak helyet a Jókai Kör Tér és idő felett címmel megjelent kiadványában, mondta köszöntőjében Stankovics Marianna a könyv bemutatóján. A kör feladatai közé tartozik a publikációkat elősegíteni, és hát régóta gyűjtöttünk erre pénzt, és az alkalom is megszületett, hogy találkoztunk Kőrös András verseivel, és azt is megtudtuk, hogy Kőrös Endrének kiadatlan verse is vannak, és aztán így született meg a kötetnek az ötlete. Az alkalmon jelen volt Szabó István Land művész, a Kőrös család barátja, aki a zeneirodalom szép darabjaival örvendeztette meg a közönséget. Kőrös Endre a Jókai Kör főtitkára volt, a 20. század első felében a város kulturális életének meghatározó alakja, akinek dédunokája Kőrös András is ír verseket. Az ő költeményeik kaptak helyet a kötetben. Kőrös András is köszöntötte a megjelenteket. Főleg fiatal koromban, de az utóbbi időben én magam is írtam verseket, meg műfordításaim is vannak, úgyhogy összetudtunk hozni egy közös kötetet, ami számomra nagy megtiszteltetés, és nagyon köszönöm a Jókai Körnek és Pápa városának, hogy ezt a lehetőséget megadta. A verses válogatás Kőrös Endre eddig nem publikált költeményeivel kezdődik, többek között harctéri versek, a vészkorszak idején született gondolatai és a pápai lokálpatrióta érzései olvashatók itt. Kőrös András természeti képei, érzésekről, szerelemről szóló versei pedig a kiadvány második részében kaptak helyet. Továbbra is marad az erősen felhős borult idő. Jöjjenek a részletek! Erősen felhős, borult lesz az ég. A pápai MH47. Bázisrepülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint kisebb eső a reggeli időszakban, záporeső zivatar pedig a délutáni esti óráktól várható. Általában mérsékelt, időnként élénk lesz az északkeleti szél. A délutáni csúcshőmérséklet 11-14 Celsius fok körül alakul, este 8-10 Celsius fok valószínű. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója hétfőn. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!